Németország beszünteti az ingyenes koronavírus tesztelést, hogy ezzel próbálja meg rávenni az embereket, oltassák be magukat mielőbb. A hatóságok szerint a negatív teszt hamis biztonságérzetet ad, ezért egyre kevesebben gondolják úgy, hogy érdemes védetté válniuk. Eddig a lakosságnak alig több, mint a fele kapta meg mind a két dózisát. Türingiában a legalacsonyabb az átoltottsági arány, ezért ingyen sült kolbásszal próbálják meg bevonzani az embereket. Az Egyesült Királyságban már sikerült átlépni a vízválasztónak számító 75%-os átoltottságot. A Szigetországban a nyáimmunitás elérése ellenére is folytatódik a kampány. A litván kormány egy egészen más módszert választott. Aki szeptember közepe után úgy fertőződik meg, hogy nincsen beoltva, elesik az ingyenes orvosi ellátástól. A döntés komoly felzúdulást okozott országszerte. Vilniusban oltás ellenesek ezrei tüntettek a parlament előtt. Mindenkinek joga van választani és úgy élni, ahogy szeretne. Ne osszanak meg és uralkodjanak felettünk. Emberek vagyunk, nem haszonállatok, mondta az egyik demonstráló. Eközben 300 francia egészségügyi dolgozó indult útnak a Karibi, Martinique és Guadeloupe felé, de nem nyaralni. Ők heteken át fogják segíteni a helyi francia ajkú orvosokat a járvány megfékezésében. A szigeteken ugyanis még tombol a harmadik hullám.